Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a videót megtekinted, tehát valami szól neked is. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ehhez hozzátenném azt is, hogy akik megrendelik az ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak egy kedvezményt. Egy jóslást asztrológiával együtt 6000 forintért. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható a ház. A ház utal vagy az ő otthonára, vagy a te otthonodra. Ez lehet egy meghívás, vagy egy látogatás is. Itt a ház jelenti a környezetét, a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat. Tehát itt is vannak kapcsolatok, ami őt foglalkoztatja. Amit ez a ház még jelenthet, egy közös otthon tervezése. A munkát, a hivatást illetően, vagy otthonról dolgozik, vagy ezt tervezi, vagy szeretne valamit kiépíteni. A második kérdés úgy hangzik, hogy hogyan érzi magát. Itt a hajó jelenti a reményt, tehát megvan ahhoz a remény, hogy itt kiépüljön valami, mint például egy közös otthon. A hajó, ez jelenthet egy utazást, külföldi kapcsolatokat, ebben az esetben lehet egy ingatlan külföldön, vagy az is lehet, hogy vannak ismerősei, rokonai külföldön, és szeretné őket meglátogatni, vagy téged is meghív erre az utazásra, erre a nyaralásra. Amit a hajó még jelent, az a remény. Tehát reménykedik abban, hogy minden jóra fordul, itt meg lesz a stabil kapcsolat. Mit fog tenni? Itt a halak jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy itt van befektetés, egy ház építése, vagy egy ház vásárlása, az is lehet, hogy pénzt ad ki erre a nyaralásra, és meghív téged. De a halak nem csak az anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is, hogy itt a remény, hogy kiépüljön egy tartós párkapcsolat, mert te értékes vagy számára. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a kígyó. Jelenti a megújulásokat, a változásokat. Az is lehet, hogy így mellék utakon közeledik hozzád. Viszont ez a kígyó lehet egy nő is. Mivel itt megjelenik a ház, a családi ház, a szülői ház, a rokonok, tehát én úgy gondolom, hogy ez a nő akkor valaki a családból. És mivel a pénz itt megjelenik a kirakásnál, lehet, hogy ez a nő pénzt akar tőle. De mivel így közeledik hozzád, ő elmondja ezeket a témákat is.
Lehet, hogy itt vannak még követelőzések, vagy gondok, anyagi témák, itt lehet egy ingatlan, és ha tényleg így van, hogy neki gondoskodnia kell arról, hogy itt rendezik az anyagi dolgokat, vagy ami ezt a házat, ezt az ingatlant jelenti, és itt egy nőről van szó, amennyiben ő még nős, akkor a kártyák utalnak az ő válására, és itt van ehhez a remény, hogy lesznek itt ezek a változások, megújulások, és a jövőt illetően veled tervezi a jövőt, ezt a családi házat, mert veled szeretne élni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender!